Újra nő a nyomás a déli határon. Csak az elmúlt héten 400 bevándorlót állítottak meg a déli határon. A tranzitzónákat ugyan bezárták, de a migránsok többségét ez láthatóan nem zavarja. A legtöbben azt mondják, hogy ők úgyis illegálisan akarnak bejutni az Unióba. Migránsok gyülekeznek a magyar határ mentén a Vajdaságban, Horgoson és Magyar-Kanizsán csoportokba verődve sétálnak. Az M1-nek többen is arról beszéltek, nem zavarja őket, hogy bezártak a tranzitzónák, mert ők így is úgy is illegálisan próbálnának majd átjutni a szerb-magyar határon. Tompáról és Röszkéről 280 bevándorlót szállítottak el a múlt héten. Balassa gyarmatra, Vámosszabadiba és Nyírbátorba kerültek, menekültügyi befogadóállomásokba. A kormány azért döntött a tranzitzónák megszüntetéséről, mert az Európai Bíróság szerint azok sértették az uniós jogot. Ez egy veszélyes döntés. A kormány ezt máshogy látja. A magyar álláspont szerint a tranzitzónákat éppen azért hozták létre, hogy az érkezők rendezett körülmények között adhassák be a menedékkérelmüket. Ennek elbírálását pedig nem volt kötelező a helyszínen megvárni, vagyis Szerbiába bármikor visszamehettek. De a migránsok láthatóan nem voltak elégedettek a teljes ellátással, amit ingyen kaptak. A táborok kiürítése után ugyanis hatalmas pusztítást hagytak maguk után. Az üres tranzitzónákról a pesti srácok mutatott be fényképeket. Ezeken látszik, hogy a tábor berendezését szinte teljesen tönkretették. A szobák és az udvar is tele van széttört és szétdobált tárgyakkal. Az új szabály szerint már csak a külképviseleteken lehet menekültügyi kérelmeket benyújtani, de a magyar határ környékén ez nem látszik, így is egyre többen érkeznek, és ez látszik a rendőrség statisztikáiból is. Csak az elmúlt héten mintegy 400 külföldit tartóztattak fel és kísértek át a határzáron. Közben pedig a földközi tengeri migráció is felerősödött. Ez most figyelemre méltó trend, amit most láthattunk. Az útvonal módosult, erről az Alapjogokért Központ szakértője beszélt. Líbiából először Tunéziába viszik a migránsokat, onnan pedig Szicíliába. Horváth József szerint ez azzal magyarázható, hogy Szicília befogadó képessége nagyobb, mint amilyen Lampedúzáé volt korábban. Líbia déli határainál pedig milliós tömegek várakoznak arra, hogy a törzsi területeken átjutva minél hamarabb eljussanak Líbia tengeri partjaihoz. Tehát most nem, és ezt tegyük erősen idézőjelbe, több százer ember egyszeri kimenekítéséről van szó, hanem itt egy folyamatos utánpótlás van, itt egy véget nem érő történettel kell szembesülni Európának, amit, hogyha egyszer újra elindít, mint ami 2015-ben megtörtént, annak a következményei olyan súlyosak lehetnek, ami még fölírja a 2015-ben történteket is. Horváth József hozzátette, az illegális bevándorlás most egészségügyi kockázattal is jár, hiszen Afrikában is elterjedt a koronavírus. Ezért most még rosszabb üzenete van annak, hogy Olaszország nem tudja kontrollálni az emberek mozgását. A szakértő szerint, ahogy Európában enyhül a járványhelyzet és feloldják a határzárakat, újra erősödik majd a migrációs nyomás is.